Sziasztok, köszöntök mindenkit! Ma egy nagyon kis finomságos recepttel készültünk. Ez a hideg májles zsírjába, hideg csirkemáj. Biztos mindenki készített már, és aki esetleg nem készítette még el, az feltétlenül próbálja ki. Nagyon-nagyon finom, meg fogjuk egy kicsit fűszerezni a zsírt is. Teszünk bele egy nagyon pici almát is, hagymát, fokhagymát, de egy nagyon kellemes ízhatású zsírt készítünk. Ebbe fogjuk megsütni a májunkat. Utána ki fogjuk hűteni, és utána természetesen a hűtőbe egy 3-4 fokon ki fogjuk fagyasztani, tehát nem a fagyasztóba, ki fogjuk hűteni értelemszerűen. Na, hát a következő, és már mutatjuk is az alkatrészeket, és tényleg azért is ajánlom ezt az ételt, ez több hétig eláll a hűtőbe, ha beteszitek egy üvegbe, egy edénybe, nagyon sokáig el tudjátok tartani, egy kicsi májat kivesztek, főszeletelitek, megkenitek a friss kenyeret, ugye mi sütöttünk most valamelyik nap is itthon kenyeret, fönn van a receptje, megkenitek ebben az isteni zsírral, hát egy bombasztikus kis reggelit, vacsorát, vagy éppen ebédet kaptok. Na mondom is az alapanyagokat sorjába, hát ugye először is van egy 50 deka, pontosabban nem 50 deka, ez egy 45 deka máj, 5 deka lejött ilyen apró kis tisztításból, továbbiakban szükségünk van, vöröshagymára, ez egy 2 fej közepes vöröshagyma, amit megtisztítottam, megpucoltam, megfeleztem, és szeletekre vágtam. 3 gereszt fokhagymánk, valamit egyszerűen csak ketté vágtam, és 2 darab gyönyörű szép almánk, ugye amit kicsumáztam, kiszedtem a magházát, és elnegyedeltem. A legfontosabb dolog, 2 zsírfajtával fogok dolgozni, van egy részt egy libazsírunk, és van egy részt egy kacsazsírunk, amit alapjaiban én most felolvasztottam, szobahőmérsékleten természetesen, még nem tettük oda a tűzhelyre, ez összesen egy olyan 60-65 deka zsíradékot jelent. Na, mehetünk is tovább, fűszerezés szükségünk lesz sóra, egy nagyon pici piros paprikára, fekete egészborsra, és ami nagyon-nagyon jó ízt fog adni még a zsíradékunknak, egész köményt fogok beletenni. Lényegében ebből fog összeállni ez a nagyon-nagyon kellemes hagymásmáj. Ugye az elkészítési szakasz, az lesz először fölhevítjük a zsíradékot, természetesen nem forróra, kb. Egy olyan 60-70 fokra, akkor bele fogom tenni a zöldségeket, az almát, a fűszereket, és ebből egy 25-30, esetleg 35 percig nagyon lassú sütést fogok végrehajtani, utána ezt a zsíradékot át fogom szűrni, és csak utána fog belemenni a májunk, és utána ismételten egy 30 percig fogjuk készre sütni, ismételten egy olyan 80 fokon, de úgyis fogom mutatni nektek. Teszem föl hevíteni a zsírt, és készítjük az ételünket. Fölmelegítettük, fölhevítettük a zsíradékunkat, és mint mondtam nektek, ez van körülbelül 60-70 fokos most. Elsőként bele fogom tenni hagymát, fokhagymát. Ugye most azt a hatást ne várjátok, mintha elkezdtek sütni, főzni valamit, hogy elkezd nagyon hirtelen rotyogni, sülni a hagyma vagy bármelyik alkatrész. Szándékosan ezt a gyöngyözést nézzétek meg, tehát itt ezen a fokozaton menjetek végig, éppen, hogy ezt a gyöngyözést, ezt a kis rottyanást lássátok, majd semmi mást. Hozzátehetjük az almákat. Hangsúlyozom, ettől a hagymától, almától és a fűszerektől lesz ennek a zsírnak nagyon-nagyon-nagyon kellemes íze. Ugye ebbe bele fog jönni még a végén, a májunk át lesz szűrve, és tényleg egy hatalmas kis ételt tudtok legyártani. Jó, én most ebben az esetben a zsírt fogom fűszerezni, tehát alapjaiban elsőként meg fogom sózni. Egy nagyon kevés, egész fekete borsot fogok beletenni. A köménytől bombasztikus íze lesz a zsírnak. Ez szépen lassan ki fog pattogni benne. Ki fog jönni a kellemes köményes íze. És éppen egy nagyon-nagyon pici piros paprikát fogok még belehelyezni. Hát ez, mondom nektek, ez egy mokkás kanálnak a kétharmad része, tehát még nincs is egy egész. Na hát lényegében az első szakasz, ben van minden hozzávaló, és ilyen kis gyöngyözéssel körülbelül 25-30 perc, de egy kicsit ott hagyjátok, és esetleg 40 perc,
akkor sincsen semmi gond, tehát semmiképpen ne durván égjen, hanem inkább dolgozza ki a zsír ezeket a hozzávalókat. Ugye itt a nedvesség is folyamatosan fog távozni, úgy, mint a hagymából, és természetesen a legtöbb nedvesség most az almában van, tehát ezért is nagyon fontos ezeknek a nedvességeknek a kisütése, és ugye a májból is még ki fog jönni nedvesség, annak is van folyadéktartalma, tehát az a cél, hogy minél több ideig hosszabban ezeket a nedvességeket, járulékokat eltávolítsuk. Még egy szó a májról, ha már ezt csináljuk, tehát hogy erről beszélünk, itt a májacskánk, ugye ezt ha esetleg megmossátok, próbáljátok meg minél alaposabban leszárítani, tehát innen is minél kevesebb nedvesség tartalom kerüljön bele. Eltelik a 30 perc, 35-40, meglátjuk, hogy állunk, és folytatjuk tovább az ételünket. Visszaérkeztünk, nézzétek meg, eltelt a bizonyos idő, és mutatom nektek a zsíradékunkat. Gyönyörű szép színe lett, megsült a hagyma, megsült az alma. Én most le fogom zárni a tűzhelyünket. Ide készítettem egy másik edény már, egy szűrővel, és gyönyörűen át fogom ereszteni rajta ezt a hagymás almás zsíradékot benne a fokhagymával, és természetesen ebbe az edénybe fogjuk visszatenni, mert szükségünk van a szélesebb edényre, ez csak most aként szolgál, hogy le tudjam szűrni. Jól le fogom csepegtetni, tehát minden cseppje kincs, semmit nem fogunk elpazarolni, ez körülbelül még egy 5 percig csepegni fog, vissza fogom önteni ebbe az edénybe, és elkezdjük sütni a májunkat. Átszűrtük a zsíradékot, és én még a lábost is elmostam neki, tehát egy teljesen friss edénybe tettem vissza a zsírt, és most ebben a helyzetben megfogom, és egyenként szépen hozzáadagolom a gyönyörűséges csirkemájat, és úgy szintén, mint a gyümölcsel is tettem, meg a hagymával, nagyon-nagyon lassú sütéssel fogom megsütni a májat. Az elején főleg egy-kettőt rá lehet kavarni fakanállal, csak nagyon-nagyon óvatosan, hogy vigyázzunk a májra, hogy teljes egészében egybe maradjon, tehát ne romboljuk szét semmiképpen. És azért is javasoltam, hogy egy kicsit szélesebb edényt válasszatok, nekünk jelen esetben most ez megfelelt, mert egy durva fél kiló májjal dolgozunk, de ne tömörödjön, tehát ne egy kis fazékba, ne egy nyeles forralóba tegyétek föl, nagyon-nagyon fontos, hanem tudjon terülni az anyag benne. Megsült a májunk, most körülbelül eltelt egy olyan 30 perc, tökéletes, látjuk, hogy gyönyörű szép színe lett a májnak. Most megfogjuk és egy kis fakanállal óvatosan elkezdem kiszedni a májdarabokat. Nagyon-nagyon kellemes illata lett a zsírnak, és igazság szerint ezt majd akkor lehet tapasztalni, amikor teljesen kihűl, már rákenjük egy kenyérre, egy kis hagymával, lilahagymával, paradicsom, paprikával fogjuk elfogyasztani. Közben kinéztem itthon egy jó kis ilyen csatos üveget, hát abba fogjuk beletenni, de egyébként ennek már nincs jelentősége, bármilyen edénybe ki lehet helyezni, akár egy jénaiba is, amihez van kedvetek vagy lehetőségetek. Egyébként volt olyan alkalom, amikor vendégségbe vittem egy ilyen nagy csatos üveg májat, nagyon-nagyon örültek neki, tehát nem csak desszertet lehet vinni, hanem egy ilyen finomságot elkészíteni házilag, és tényleg egy fantasztikus kis étel. Hát lényegében kiszedtük a májat, tekintsétek meg, itt még van egy-két pici darabka, hozzá fogom tenni, és ilyenkor már csak annyi a dolgunk, hogy mint említettem nektek, sac per köböl, ezt a zsíradékot még, mivel van benne némi nemű nedvesség, és nem szeretném, hogyha a zsíradékunk nem fagyna ki rendesen, tehát egy lé megállna alatta, körülbelül még egy jó 15 percig, egy kicsivel magasabb hőfokon, már egy 6-os, 7-es hőfokon elkezdem kisütni. Ugye akkor látjuk, hogy teljesen kisült a víz belőle, amikor ez a sok-sok-sok légbuborék teljesen el fog tűnni belőle, ezt észre fogjátok venni, na akkor le lehet zárni már a tűzhelyet, kihűtjük szobahőmérsékleten egy kicsit a
zsíradékunkat, legalább annyira, hogy az üvegbe már bele tudjuk helyezni, hogy ne pattanjon el. Nem sokára ismét itt vagyunk, megmutatom a zsíradékot, tehát erre figyeljetek, rengeteg a légbuborék, pontosabban a vízbuborék benne, és ha ezt teljesen kisütitek belőle, ezek mind el fognak tűnni, és lehet hűteni, és lehet átlapátolni már a helyére. Elkészült a csirkemáj, gyönyörű szépen megsütöttük, és most előzetesként mondanám, hogy ha valaki esetleg ezt a májat ebbe a formába egy kicsivel rozé módon kedvelné, az természetesen ennyi időt ne tegye bele a zsíradékba, tehát ne ennyi ideig süsse, mondjuk tegye be összesen 10 percig, 12 percig, úgy tökéletes lesz. Na most, amikor más formába resztelt májnak, vagy hirtelen sütött májnak fogyasszuk el mi a csirkemájat, pulykamájat, kacsamájat, akkor mi is egy kicsit abba a formába esszük, de amikor zsírjába tesszük el, akkor jó alaposan kiszoktam sütni, és egy gyönyörű szép színt is adva neki, így helyezzük bele a zsírba. Tehát azért mondtam nektek ezt a technológiát, hogyha valaki rozé módon szereti, tehát azért legyen egy kis rózsaszín belseje, akkor ennyire, ennyi időre ne tegye bele fél órára, tegye bele összesen csak 10-12 percre. Na visszatérve megvan sütve a gyönyörűséges máj, a zsír át van szűrve még egyszer, le van tisztázva, üveg előkészítve, innentől kezdve a folyamat, megfogjátok a pici ujjatokkal, és szépen elkezditek belerámolni ezt a szépséges alapanyagot. Ugye a zsírnak is nagyon-nagyon kellemes illata lett, kár, hogy nem érzitek. Ez az alma, ez a kömény nagyon-nagyon-nagyon jól kiérződik rajta. Tehát érdemes beletenni, de egyébként már sütöttem körtével is, hogy körtét tettem bele alma helyett, úgyis teljesen tökéletes. Hopp, ez a máj elszaladt, nem baj, elkaptuk. Itt az a lényeg, hogy ne nagyon törjétek össze, inkább csak egymással kellemesen helyezzétek föl, és nézzétek meg, ez a fél kiló mennyiségű máj, ugyanivel dolgoztunk, ami megsütöttünk, ez pontosan egy ilyen üveget ki is töltött. Egy picit arrébb húzom, és nemes egyszerűséggel, csöpögésmentesen elkezdem beletenni a zsíradékunkat. Ugye hangsúlyoztam nektek, hogy ezeket a kis vízbuborékokat én még ki is sütöttem belőle, tehát így 100%-os, gyönyörű, szép, kenhető lesz a zsír. Ugye ha ez nincs kisütve belőle, akkor enyhén egy ilyen nagyon pici filmréteg víz meg is állhat a zsíradék alján. Tehát erre, hogyha valaki szeretne, akkor figyeljen oda, bocsássatok meg, egy kicsit megint vagyok rekedve. Ez a sok hülye sör, hideg sör. Na, lényegében nézzétek meg, tökéletes, gyönyörű szép a zsírnak a színe. Nem tudom, a kamera oldaláról ezt mennyire lehet kivenni. Éppen-éppen annyit teszek bele, hogy lefedezzem a májat, ugye egy nagyon-nagyon picit meg is lehet nyomkodni. Hát ez jelen esetben így fog nekünk kifagyni. Szobahőmérsékleten körülbelül egy 4-5 óra hossza, mire annyira ki fog ez hűlni, hogy természetesen már a hűtőbe be tudjam helyezni. Nézzétek meg így oldalról is, ha Alex fiam csinál egy kis képet. Tehát nagyon-nagyon szép, ilyen mély aranyszínű a zsíradéknak a színe, amikor ki fog fagyni, akkor még szebb lesz. Lényegében vissza fogunk jönni még egyszer, amikor kihűlt a zsír, tehát már teljesen a hűtőből kivettem, meg fogom mutatni, és akkor egy nagyon-nagyon picit ki is tálalunk talán belőle, vagy éppen nem, ezt majd eldöntjük, de így magába higgyétek el, ez a hideg csirkemáj zsírjába, hirtelen libamájat akartam mondani, egyébként csak egy szóba kitérve rá, nagyon-nagyon ritkán szoktam libamájat is zsírjába sütni, ott annyi a probléma, pontosabban a mai napi probléma, hogy ilyen 6-8 ezer forintos kilóáron én ezt már nem szeretném megvenni, ugye nem pecsenyemájról beszélek, hanem hízott libamájról, hízott kacsamájról, tehát ezt már nem kultiválom, ezeket az összegeket, és inkább ilyen pecsenye májakból, kacsa, liba, csirkemájból sütünk nagyon-nagyon finom májakat, és ajánlom is, hogy ti is próbáljátok ki. Ezt ha kifagy a hűtőbe, mint említettem, kiveszitek friss kenyér, egy pici hagyma, lilahagyma, paradicsom, paprika,
akár egy kis retekkel lesózzátok, és egy fantasztikus ételt kaptok. Elkészültünk a hideg májunkkal, igazság szerint ez most egy éjszakát bent landolt a hűtőbe, gyönyörű szépen kifagyott a zsír. Ugye ezt a kifagyottat úgy gondolom, hogy sima hűtőbe tettem, csak így szoktam nevezni, tehát egy 3-4 fokos hűtőbe volt egész éjjel, gyönyörű szépen kihűlt, be tudtam tenni, és lényegében erre vigyázzatok, csak ha teljesen kihűlt a máj és a zsír, akkor tegyétek be a hűtőbe, így megkimélitek a hűtőt is, és megkimélitek az ételt is. Na, hát a tálalásra egy picit kitérve, pirítottunk egy nagyon finom kenyeret, ugye gyönyörű szép aranybarnára megpirítottam, ez jó sok fokhagymával meg van most kenve, kihelyeztem egy kicsit kifagyott zsírt is a tányéra, ebben még plusz meg fogjuk kenni. Ugye aprítottunk egy kis paradicsomot, paprikát, lilahagymát, újhagymát, ebben fogjuk elfogyasztani. Közben itt mutatom nektek az üveget, hát ez egy ajándék ökletként is teljesen megfelel, mint szoktam volt mondani, az előző részekben is mondtam, hogy egy ilyen üveggel egy családtagotoknak, egy barátnak, egy ismerősnek, és bármiféle alkalom attán átadható, sokkal-sokkal jobban fognak örülni, akár mint egy doboz desszertnek, vagy bármiféle ilyen kisebb fajta ajándéknak. Ez egyébként a hűtőbe több hétig így eláll. Nézzétek meg, azért mondtam nektek például az üvege, egy kicsit halikám oda tekintesz, köszönöm, hogy teljesen kisütöttük a zsírt, tehát semmiféle nedvesség nem maradt benne, nem áll az alján semmiféle víz, ez egy teljesen tömény zsíradék, ami benne van, ugye megvan egy nagyon picit színezve, megfűszerezve, egy bombasztikus almát tettünk bele, egy nagyon-nagyon-nagyon kellemes ízkavalkát keletkezett a zsírba, tehát én csak ajánlani tudom, hogy ezt készítsétek el, akár ünnepi alkalomra, akár csak úgy, ha éhesek vagytok. Tudom, hogy egy nagyon-nagyon pici macera olyan szempontból, hogy egy éjszakát itt most tárolgatni kell, nem tudtok egyből enni belőle, de higgyétek el, megéri. Hát fogadjátok nagyon sok szeretettel tőlünk ezt az ételt is. Éppen nem tudom, mi lesz a következő, amit felteszünk, de 2 nap múlva ismét itt vagyunk. Sziasztok!